Múlt szombaton tartotta választókerületi évzáróját a Fidesz térségi szervezete. Kubatov Gábor pártigazgató volt a vendége a rendezvénynek, aki aktuális országos ügyekben tartott beszámolót. Közben az is kiderült, hogy az összevont jássági választókerületnek ki lett az új vezetője. Egy választókerület, egy választókerületi elnök pozícióban indulunk tovább, és ezek jegyében a mai rendezvény és az összes többi rendezvény is közösen kerül megrendezésre. Összevonták a két jássági választókerületet, Pócs János lett az új választókerületi elnök a jásságban. A kormánypárt szeretne a jövőben egységesen gondolni a térségre, így minden rendezvényüket közösen szervezik majd. Az összevonásnak a lényege a Fidesz által hirdetett kisebb politika, kisebb parlament, kisebb képviselői csoport. Az a meggyőződésem, hogy kevesebb politikus, olcsóbb választás, igazságosabb választási rendszer van, és kisebbségbarát a rendszer, ami már régi adóságunk volt. Ebben a négy tételmondatban lehet megfogalmazni a választójogi törvénynek az átalakulását. Az átalakítással azt is elérték, hogy a körzetek közötti óriási különbségek megszűntek, így közel hasonló mennyiségű szavazattal lehet majd bekerülni a parlamentbe. Ezzel gyakorlatilag nem csak spórol az állam, de a 20 éve mozdulatlan politikát is megváltoztatja. Kevesebben fognak dolgozni kevesebb fizetésért az ország ügyeit illetően. A választásoknál pedig csak a közszolgálati médiumokban lehet majd hirdetni, azt is ingyen. A felszabaduló pénzből pedig olyan kormánykezdeményezéseket finanszíroznak, mint az önkormányzati konszolidáció vagy a 10%-os rezsicsökkentés. Olyan állami kiadáscsökkentés volt, ami az elmúlt 20 évben nem volt Magyarországon. Kisebb minisztérium, kevesebb autó, kevesebb pénzt küldtünk mindenre. Tehát az államban egy borzasztó nagy átrendeződés van. 20 éve ígérjük azt a polgároknak, hogy kisebb politikát, vagy olcsó politikát fogunk csinálni Magyarországon. Kubatov Gábor kérdésünkre a választási törvény alakulásáról és az államfői vétóról is beszélt. Meggyőződésem, hogy nincs a törvényben olyan dolog, amit az Alkotmánybíróság komolyan érvelhetne amellett, hogy a választójogi törvény esetleg alkotmányellenes. A Fidesz pártigazgatója szerint érthetetlen, hogy a kétfordulós választás után miért óckodik az ellenzék a regisztrációtól, mely több hónapot ad a választóknak feliratkozással megszerezni a választójogot. A mi esetünkben egy pillanatig nem volt kétséges, és teljes egyetértésben született meg az a döntés először tulajdonképpen kettőnk között, hogy a továbbiakban a párt szervezésével egyáltalán a helyi, már a nagy jársági választókerületre vonatkozóan, na ha ne feledkezünk meg azért két településről, Újszászról és Tisza-Sűrűről, akik szintén hozzánk tartoznak, tehát ezzel az együttessel, hogy ebben a kérdésben Pócs János képviselőtársam, barátom fog a továbbiakban foglalkozni, mozogni, és minden tevékenységet, ami ide vonatkozik, ellátni. A sajtótájékoztató utáni fórumon dr. Szabó Tamás országgyűlési képviselő mondott beszédet, melyben kifejtette, hogy gyakorlatban kevésbé fog változni a munkájuk, hiszen a jövőben is együtt dolgoznak majd Pócs Jánossal. Nagyon fontos, hogy a kormányzat és az országban az emberek között egység legyen. Az új választókerületi elnök pedig arról beszélt, hogy a jásság érdekeit úgy tudja a legjobban képviselni, ha minden polgármesterrel és civil szervezettel jó kapcsolatot ápol, és tud a napi gondokról, vagy a megoldásra váró problémákról.